Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Istenünk, drága édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk a te szent házadban, vasárnapról vasárnapra. Köszönjük neked, hogy megtartottad a mi életünket, megtartod a mi egészségünket ebben a járványokhoz a helyzetben. Kérünk téged, jó úrunk, továbbra is vigyázz ránk, segíts meg, szentelj meg bennünket, és áld meg, hogy a mi összegyülekezésünk, a mi közösségünk, a mi gyülekezeti életünk valóban áldást hozzon a mi életünkre, és legfőképpen dicsőséget a te szent nevedre. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy most is itt vagy velünk, tanítani akarsz igédből, és köszönjük neked, jó úrunk, hogy most elcsendesedhetünk a te szent igéd felett. Kérünk, drága Szentlélek, hogy te magyarázd meg nekünk a te tanításodat, mindazt, amit a Bibliából a szívünkre akarsz helyezni ezen a reggelen. Szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid, Úr Jézus. Kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság, és bocsáss meg minden bűnünket, jó úrunk. Mossál tisztára az ige fürdője által. Jézus, a te szent nevedben imádkoztunk. Hallgass meg bennünket, Szentlélek közösségében. Amen. Ha már felolvasott ige szakaszból Máté evangéliuma 13. részéből, a 23. verset szeretném szívetekre helyezni, eképpen. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Eddig a felolvasott ige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Nagy öröm számomra az, hogy az elmúlt vasárnapokon azokból az igékből halljuk Isten igéjét és annak magyarázatát, amely a kinyomtatott kis útmutató szerint van, amit januártól kezdtünk el. Egy új szolgálat kezdődött el a gyülekezetünk életében, hogy elolvassuk az új szövetséget, az új szövetség könyveit egy év alatt. És ebben nagy segítségünkre volt a feleségem, Bea és a Kati, aki ki is nyomtatta ezt az útmutatót, és mindenki számára elérhető, illetve aki a YouTube csatornán keresztül nézi az igehirdetéseket, és szeretne egy ilyen útmutatót, hogy hogyan tudjál olvasni egy év alatt az új szövetséget, nagy szeretettel rendelkezésére bocsátjuk, és hogyha ír a gyülekezetünknek az e-mail címére, akkor elpostázzuk kinyomtatva, vagy pedig meg tudjuk adni a linket ezzel kapcsolatban. Kérlek benneteket, testvérek, és bátorítalak, hogy olvassátok Isten igéjét. Olvassátok azt az igét, ami minden szempontból fontos a mi lelki életünkre nézve, hiszen a testünknek is annyira fontos az eledel, a fizikai eledel a mindennapok során, ugyanúgy a mi lelkünknek is nagyon fontos az Isten igéje, tehát a lelki eledel olvasása és azzal való táplálkozás. Úgyhogy mindenkit szeretnék továbbra is erre bátorítani, és a mai nap különleges, már csak azért is, mert ma délután Zoomon keresztül mindazok, akik becsatlakoztak ebbe a szolgálatba, egy találkozó lesz, és megbeszéljük az olvasottakat, mindazt, ami az elmúlt hónap során, a január hónap során tanultunk az igéből, vagy ha kérdések merülnek fel, akkor meg tudjuk beszélni ezeken az alkalmakon, a havonta egyszeri Zoom találkozókon. És ahogy látjátok, akik olvassátok ezt az útmutató szerinti Biblia igéket, a Máté evangéliumából vettem a mai napra is az ige szakaszt, ami múlt héten volt, a magvető példázatából, és múlt vasárnap elkezdtük megvizsgálni az első két talajt, amiben Isten magja belehullott. És azt hallottuk, hogy az első mag az útfélre esett, és jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Ez azt jelentette, hogy az ige hirdetve van. Akár hirdetve, a szószékről, vagy
Biblia órán keresztül, vagy bármi más alkalmon, közösségi alkalmon keresztül, vagy személyes bibliaolvasáson keresztül otthon, vagy mindenki a saját csendességében éppen ahol van. És ez azt jelenti, hogy hallják azok az emberek az igét, de nem értik. És éppen azért, mert nem értik, az ördög eljön és kiragadja a szívükből az ige magját, ami hirdetve van, vagy éppen olvasva van saját csendesség által. És itt igazából arról van szó, hogy akik hallgatják Isten igét, akik olvassák, nem akarják megérteni, nincs bennük az a szándék, hogy megértsék Isten igét. Tehát itt az akarattal van probléma. A második talajnál és talajjal kapcsolatban azt hallottuk, hogy a mag a köves helyre esett. És amikor a nap felkelt, akkor a mag szárba szökkent, a növény kifejlődött, de megperzselődött, mivel nem volt gyökere, nem tudott mélyen meggyökerezni a sziklás, a szikla miatt, a kő miatt, ami alatta volt. És ez azt jelentette, hogy vannak olyanok, akik hallgatják az igét, ahogy szintén halljuk, hallgatják, olvassák, hisznek benne, sőt örömmel fogadják azt, de amikor az igazság megélése nehézségeket, megpróbáltatásokat, bántalmazásokat okoz az életükben, akkor elpártolnak. Azt mondják, hogy nekem erre nincs szükségem. Minek szenvedjek én valamiért, illetve valakiért, mert az ige, az Úr Jézus Krisztus, és éppen ezért hátat fordítanak Jézusnak, nem követik többé a nehézségek, megpróbáltatások, fájdalmak miatt. A mai vasárnapon megnézzük a második két talajt, és a példázatban azt találjuk, hogy az útfélre és a tövise és a sziklák közé, vagy sziklára esett mag után a tövisek közé hullik a mag. Jézus magyarázata szerint ők azok, akik hallják az igét, és meg is értik, talán még üldöztetést is készek Jézus nevéért szenvedni, tehát nyomorúságon, fájdalmakon is készek átmenni, de bejön valami az életbe. Bejön valami, ami mindannyiunkat megkísérthet, ha lehet így mondani. Az élet gazdagsága, élvezetei megfojtják azt, hogy az ige magja szárba szökkenjen, felnőjön, és éppen ezért nem érlelnek termést. Ők az úgynevezett önelégültek. Tudják, hogy Jézus mit kíván tőlük, de nem akarják feladni azt a jó és kényelmes kis életüket az Isten igének való engedelmességért és odaszállásért. És ez egy óriási veszély, még számunkra, keresztények számára is. Mert ugye, amikor nyomorúságon, nehézségeken, fájdalmakon megyünk keresztül, akkor legtöbbször először talán lázadozik a keresztény ember, és azt mondja, hogy Isten, miért adtad ezt nekem, miért ver az Isten, ugye? Ezt mondja sokszor az ember, de utána a keresztény ember lecsitul, lecsendesedik, és meglátja, hogy kibe tud újra kapaszkodni, újra, újra és újra. Hát az Úristenben. És amikor ezt meglátja a keresztény ember, akkor egy egészen másfajta lelkület kezdi venni az életében az útirány, és akkor Istenbe kezd kapaszkodni a nyomorúságban és a fájdalmak között, és Istentől várja a megoldást és a szabadulást. Azonban itt, amikor azt látjuk, hogy tövisek közé hullik a mag, azaz olyan helyzetbe kerül az Isten igéje, amikor az ember, a keresztény ember elkezd csak önmagával foglalkozni, és azzal, hogy körülötte forogjon a világ, ott egy veszélyes dolog veszi kezdetét. Tudnunk kell azt, hogy mindent, amink van, és akik vagyunk, és valahol ez segít bennünket, keresztényeket abban, hogy ne vigyen el ez a világi élet, a világi élet gazdagsága, élvezetei, és akár aggodalmai, hiszen a pénzért, a megélhetésért, hatalomért sokszor aggódik az ember, hogy ez hogyan lesz a következő napokban. De mindezek közepette rá kell döbbennünk újra és újra arra, hogy mindezt Istentől kaptunk ajándékba. Minden, amink van, akik vagyunk, a talentumaink, a képességeink, amiket elértünk, mindent Istentől kaptunk.
És azért adta nekünk az Úr mindezt, hogy az ő dicsőségére használjuk. Oly sokszor láttam már, még kereszi embereket is, világi emberek között rengeteg van természetesen, akik a saját maguk hasznára akarnak mindent. És csak ő nekik, és semmit nem adnak, semmivel nem segítik a másikat, vagy akár egy közösséget. Mindent maguknak. Valamit Isten dicsőségére használni, hiszen ezt hallottuk testvérek, hogy mindaz, amit Isten adott nekünk, azt használjuk az ő dicsőségére, és mindent az ő dicsőségére használni, azt is jelenti, hogy élvezzük, és élvezhetjük mindazt, amit van. Tehát Isten nem azért ad neked például egy jó autót, hogy ezt ne használd és ne élvezd, hanem azt azért adja, hogy tényleg élvezd az életet vele, és szeresd vezetni azt az autót, és kényelmes legyen az életed azzal. De amit kaptunk az Úrtól, ahogyan Pál apostol írja, és rá is mutat a Korintusbeliekhez írt első levél 6. részének 12. versében, ne váljunk semminek a rabjává. És valahol ez a kulcs, hogy minden szabad nekem, de ne váljok a rabjává. Minden valahol jó, nem káros szenvedélyre gondolok természetesen. Tehát, mint ahogy egy autó kell és szükséges az embernek, és az jó az ember életébe, de ne váljok a rabjába, azaz ne kezdjem el bálványozni az autómat, és csak azzal foglalkozni, és közben pedig elhanyagolom a családomat. De ugyanez igaz a munkára, vagy bármi másra az ember életébe. Ne váljok a rabjába, hanem éljem az életemet Isten dicsőségére. Ami még egyszer azt jelenti, hogy élvezhetem, és használhatom mindazt, ami van. De azt használjam tényleg úgy, hogy bölcs vagyok vele, Isten dicsőségére használom, önmagam és mások segítségére, áldására. Végül, de nem utolsó sorban azt hallottuk az igéből, hogy némelyik mag a jó földbe esett. És nem csak jó földbe esett, hanem termést is hozott. És a jó föld Isten kezében az őszinte és nemes szívet jelenti, amely formálható. Melyet ha Isten kezébe leteszünk, ami értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, a szív forrásait, ha azt letesszük az Isten kezébe, akkor azt mondjuk, hogy Isten, te formálj olyanná, amilyen te akarod, hogy legyek. És nézzük meg azt, hogy hogyan válaszol a jó szív Isten igéjére konkrétan. A helyes szív erősen ragaszkodik az Isten igéjéhez. Szó szerint megragadja az ige magvát, azaz értelmét. Olyan szép ez a magyar szó, hogy valaminek a magva, a lényege, az értelme. Azt megragadjuk, és nem hajlandó elereszteni a nemes szív. Amikor jön az ördög és megkísér, és azt mondja, engedd csak el, van egy jobb utam számodra, én valami jobbat kínálok számodra, mint az Istennek az igéje. Akkor az őszinte és nemes szívű keresztény ember nem hallgat az ördög csalárdságára, hanem még jobban ragaszkodik az igéhez teljes elméjével és teljes erejével. Amikor az a gondolat jön, hogy hát mit fognak szólni a barátaim, vagy még a szeretteim, családtagjaim közül is, hogy Jézust követem, hogy az ige útmutatása szerint élek. Lesznek, akik meggyűlölnek azért, mert Jézus akaratát követem. Akkor a nemes szívű, odaszánt életű, Krisztusnak odaszánt életű ember továbbra is az igéhez ragaszkodik, és nem engedi el. Amikor a keresztény ember rádöbben, hogy az igéhez való ragaszkodás az önző én, valamint a hírnév, a siker, a gazdagság, a világ élvezeteinek feladását jelenti, akkor sem tér el az igétől, továbbra is erősen ragaszkodik hozzá, mert tudja, hogy ez később áldást fog hozni. Vagy mondjak egy úgynevezett világi szót, világi kifejezést erre, hogy áldást fog hozni. Kedves testvérek, kifizetődik. Kifizetődik az Isten igéjének való engedelmeskedés. Az Isten igéjéhez való ragaszkodás. Krisztus nekünk adta igéjét.
és azért adta, hogy az lábunk előtt mécses és ösvényünk világossága legyen az élet útján. Ahhoz, hogy az ő útját kövessük, ki kell nyitnunk a Bibliánkat. Arról a Bibliáról beszélek, testvérek, ami számomra most itt a kezemben van, de a te számodra lehet, hogy otthon van a polcon, vagy az asztalodon. És lehet, hogy forgatod a Bibliát, és olvasod, talán részese is vagy ennek az új szolgálatnak, amit január elejétől elindítottunk a gyülekezetünkben. Olvasd a Bibliát, olvasd el a Bibliát, az új szövetséget egy év alatt, címmel. De az is lehet, hogy a Bibliád ott porosodik a polcon. És már nem nyitottad ki. Talán hetek, hónapok, sőt lehet, hogy évek óta. És arra szeretnélek bátorítani, hogy ne engedd ezt. Ne engedd, hogy a világ legcsodálatosabb könyve és leghatalmasabb, legerővel telibb könyve ott csücsüljön a polcodon, vagy az asztalodon, használatlanul. Mert amikor Isten csodálatos igéjét olvasjuk, akkor az motivál bennünket. A Szent Lelke által vezet minket, mert a Szentlélek teszi azokat a betűket élővé és hatóvá az életünkbe. És az arra motivál, hogy az Úrhoz jöjjünk, és ezt mondjuk neki, ahogy a Dávid is imádkozta. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, Szent Lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Azért vagy ma itt, ezen a vasárnap reggelen, és talán azért nézed ezt az igehirdetést a YouTube csatornán keresztül, kedves barátom, kedves testvérem, hogy magával az igével találkozz, és azt megtapasztal. Az ige maga az Úr Jézus Krisztus. Ő vezetni fog téged és engem, hogy még elkötelezettebb követője legyünk, és még odaszántabb életet éljünk, ami Urunknak, megváltónak, az Úr Jézus Krisztusnak. Isten áldjon és Isten segítsen meg mindannyiunkat ebben. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, drága édesatyánk, köszönjük neked, hogy Szent Igéden keresztül a mai vasárnapon is vezettél bennünket, vezetted a mi szívünket. És Istenem, én személyesen nem tudom, hogy milyen talajba hullott a mai mag. Nem tudom, hogy akik itt vannak ma a templomban, és akik a YouTube csatornán keresztül nézik ezt az igehirdetést, és hallgatják, hogy milyen szívbe fog hullani ez a mag. És valahol ez mindannyiunknak egyen-egyenként személyes felelősségünk, hogy milyen szívbe engedjük hullani azt az ige magját. És jó Uram, én csak azért imádkozom, mint lelki pásztor, hogy az ige magja jó talajba hulljon, hogy az én testvéreim és az én barátaim, mindazok, akik hallgatják az Isten igéjét, a mai napon, vasárnapról vasárnapra, vagy bármely nap, Istenünk, add ezt a kegyelmet, hogy meg tudjuk nyitni a mi szívünket, és azt tudjuk imádkozni Dáviddal együtt, hogy tiszta szíved teremts bennem, azaz befogadó szíved, általad Szentlélek megtisztított szívet, amely befogadja a te igéd magját, amely ott meg tud gyökerezni, mélyen, szárba tud szökkenni, megerősödni, és gyümölcsöt teremni. És Istenem, arra kérlek, hogy ragaszkodjunk az igédhez. Hogy tudjuk odaszánni magunkat arra, hogy bármivel kísért a világ, bármivel kísért az ördög, akkor is ragaszkodunk hozzád, mert tudjuk, hogy az áldást hoz kifizetődik. A végén mi járunk jól. És ezt kell valahogy, ezt a logikát, ezt a bölcsességet követni, hogy lehet, hogy abban a pillanatban nem jövünk ki jól a helyzetből, de én még soha nem láttam azt, ahogyan az igéd is mondja, hogy elhagyatottál, és koldussá válna az igaz, hanem te megsegíted a te követőidet, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban.
Jó Uram, kérlek téged, hogy így munkálkodj mindannyiunk szívében. És áld meg minket, hogy szent lelked szűjön újjá minket. Urunk Istenünk, imádkozunk továbbra is a mi életünkért. Áld meg minket itt Clevelandben, illetve minden magyart a diaszpórában, legyen akár itt az Egyesült Államokban, vagy a világ bármely táján. És Istenünk, imádkozunk a külhoni magyarságért, Kárpát-medencében. Istenünk, kérünk téged, segítsd őket, különösen az Ukrajnában, a kárpátai aljai magyarjainkért, akik nem tudják, hogy milyen nehézségek történhetnek az orosz és az ukrán konfliktus miatt. Istenünk, kérünk téged, hogy a te védő, oltalmazó kezed legyen ővelük. És jó atyánk, imádkozunk a mi anyaországunkért, Magyarországért. Kérünk téged, drága atyánk, hogy most, ahogy a politikai választások, az országgyűlési választások közelednek, kérünk téged, atyánk, te adj bölcsességet magyar népünknek határon belül és határon túl, hogy bölcs döntést hozzanak, Istenünk, a mi magyarjaink, a mi népünk, és azt a pártot válasszák, azokat a vezetőket, akik valóban az ország sorsát előre viszik, akik a keresztény értékeket diktálják és mondják és hirdetik, mert Istenünk, nem lehet elégszer mondani a keresztény normáknak a hirdetését. Kérünk téged, drága atyánk, könyörülj meg rajtunk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Jézus Krisztus, a te szent nevedben imádkoztunk, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyet.